Ich begrüße unsere liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Sie sehen die Sendung des Ungarndeutschen Magazins. Bleiben Sie mit uns. In der heutigen Sendung sprechen wir mit einer der bedeutendsten Persönlichkeiten der Ungarndeutschen. Josef Zugfiel, Vorsitzender der Deutschen Selbstverwaltung des Komitats Branau, hat im Laufe der Jahre zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter die höchste Auszeichnung der Ungarndeutschen, die Ehrenmedaille in Gold. Wir haben mit ihm über seine Kindheit und seine Karriere gesprochen. Josef Zugfiel musiziert seit seinem 9. Lebensjahr. Er stammt aus einer ungarndeutschen Familie, so wurde er schon als Kind mit den Traditionen, Sitten und Bräuchen der Ungarndeutschen vertraut. Er ist eine wichtige Persönlichkeit der Ungarndeutschen und setzt sich leidenschaftlich für die Weitergabe und Bewahrung von Traditionen ein. Az alsó tagozatos éveimet még Lippon végeztem, aztán a felső tagozatos általános iskolát Bezedeken, és utána polgári szakmát, ugye autószerelést tanultam. Na most ezekben a felső tagozatos általános iskolás koromban már ismerkedtem a harmonikával, Mausz Tóni bácsi révén, Majsra kellett járnom. Minden héten jártunk busszal, ugye, és cipeltem a harmonikámat persze. Aztán így kerültem én itt kapcsolatba a gyönyörű kultúránkkal, amit hát én azóta is megpróbálok tisztelni és ápolni és továbbvinni. Damals gab es noch das Radio, um sich über Traditionen zu informieren. Er begleitete auch Tanzgruppen und Chöre musikalisch und lernte so die Musik und Traditionen anderer Kulturen kennen. A Pécsi Rádió annak idején, a 60-as években a Pécsi Rádió német adásait hallgatva azok voltak az egyedüli lehetőségek ennek a kultúrának a továbbadására. Na most viszont én minden este érdeklődéssel hallgattam, hát és ott valahogy ugye ezt megkedveltem nagyon ezt a fúvós zenét is. Általán én nem tudtam fúvós hangszeren, én csak harmonikához értek népzenei vonalon. És így első körben ugye, ahogy mondtam, autószerelőnek tanultam, az ipari iskolának volt egy néptánc csoportja, annak a kíséretében, tehát a tánccsoport kíséretében már beszálltam harmonikával, egyre másra kezdett jobban tetszeni, itt megismertem a sokacos, a délszlávos motivumokat is, meg hát a magyar néptánc kultúra kincseit is, Helikonon is jártunk abban az időben, és így a tánctanárunk révén elkerültem Palotaborokra. Na hát az volt a mindenek a tetőpontja, mert az a csodálatos, általam egyik legnagyobbnak tartott énekkar, az a vegyeskar, akkor már működött, ők befogadtak engem, és hát ott is a tánccsoportot kísértem, aztán ott nagyon-nagyon sokat tanultam a Rittlinger Marci bácsitól, a Jekyll János bácsitól, hát nagyon sok jó barátom is lett, így az tekintem, mint talán az első állomásnak az én életemben. 1973 gründete er mit seinem Lehrer Anton Maus das Savener Trio, das er fast 20 Jahre lang auf dem Akkordeon begleitete. Sie waren hervorragende Sänger und erzielten große Erfolge. Lippon felkértek, hogy a Majsi, szintén a Majsi próbálkozásokhoz hasonlóan ott fúvórzenekart, az ifjúsági, úgymond úttörőzenekart alapítottak, az Majson működött, hát az én Tóni bácsim, az Lippon is elkezdte ezt, no, hát akkor én mellé álltam, és aztán annak mindjárt a szervezője lettem ott Lippon. Így a fúvórzenével is közvetlen kapcsolatba kerültem, és azóta is működik ez a kis fúvórzenekar, most már Lippon nemzetiségi fúvórzenekarként. Ott is egy csodálatos karnagy lépett be a Tóni bácsiék helyére, a Maronics Zsolt Pécsről. Ott van már, vagy majdnem 40 éve, aztán most egy fafúvós tanárnőnk is van. Tehát ez így kezdett, így kezdődött ez az egész, így kezdett kibontakozni az én kulturális életem. Ugye hát az identitásomnak a révén én ezt már ennek örültem. Tehát én mindig azt csináltam, amit szerettem volna. És hát így akkor a műfáz vezetését is még az akkori tanácselnök rám bízta ott Lippon.
In den folgenden Jahren begleitete auch den Frauen Chor von Villagne auf dem Akkordeon. Leider hat sich der Chor inzwischen aufgelöst, aber es war auch eine schöne Zeit in seinem Leben. Es folgten weitere Möglichkeiten und wurde in die Oberkrainer Musik eingeführt. Óriási lehetőség adódott. Megint az én általam nagyon szeretett az Oberkrainer zene, ugye, hogy akkor volt itt egy nagyon-nagyon csodálatos ember, aki végig ő is az életét zenével töltötte itt annak ide. Hála Isten, ő is él még, de most Németországban éppen. Ő volt a Kádár Krémer János, és hallottam egyszer egy ilyen eltávom során a selekből az egyik búcsúban, hogy ő milyen szép zene, milyen jó dallamok jönnek innen ebből a kultúrát, és akkor mondta, hát ismertessetek engem össze ezzel az emberrel is. Hát így kezdődött, hogy nekem lenne kedvem, ő már utána adott nekem ilyen kottát, meg ezt csak hallgatnod kell ezt a zenét, hogy ez ebbe belejöjj, meg mit tudom, tehát és így alakult, és hát akkor én már vele 79-től azt hiszem már Löwe és Vábbálokba jártunk, meg hát csodás pécsi kollégákkal, hát a Széchenyi Jánost említhetném, vagy a Sáb Matyi bácsit, vagy ez az első fölállás, Pap Ádám, Kádár Jani, ugye, és akkor így belecsöppentem abba a világba is. Adódott a lehetőség, hogy mi ezzel a Kádár, a Krémer Janival, az ő pesti kapcsolatai révén egy orivizsgát csináltunk, és hát így mi lettünk az első ilyen sváb zenekar, akik megkapták ezt a lehetőséget. Ez azzal járt, hogy amíg minden magyar állampolgár annak idején 3 évente utazhatott nyugatra, mi nekünk szolgálati betétlapunk volt az útlevélben, mi mehettünk. Hát a kapcsolatok adva voltak, ugye ezek a mi régi kitelepített svábjaink, akik ott kint éltek, az ő bárjaikra, a sváb bárjaikra ott aztán mehettünk, és hát ez egy csodálatos időszak volt. Und sein Freund gründete 1997 die Band Karavanka. József Szukfia spielte Akkordeon und sang in der Gruppe. Sie waren für die gute Stimmung auf zahlreichen schwäbischen Bällen und Hochzeiten verantwortlich. Krémer Jani úgy döntött, hogy ő hát Németországban próbálja meg az életét folytatni. Ő ott maradt, hát és akkor különböző formációkban próbálkoztunk itt újra szervezni a zenekart, és ez sikerült is, és abból lett ugye akkor a Karavanka zenekar, amelyik most a tavalyi évig, tavalyi év döntöttek úgy a teljesen békében, hogy megszüntetjük el, tehát egy KFT-ként működtünk, hogy akkor ennek vége. Hát ez azok voltak a legcsodálatosabb időszakok. Mondom, nem kell, hát ilyen 1000 körüli lakodalommal, meg hát több, nem is tudom hány bállal, 84-5 külföldi úttal, aztán ami a legnagyobb élményünk volt, és hát azt azóta se, és már sajnos azt sem lehet folytatni, mert hát kicsit majd visszatérek ezekre a németországi, úgymond láncmannschaftokra is, de ilyen volt Ausztráliában, Kanadában és Brazíliában mindenfelé, a Duna és Vábok Világszövetsége. Az ő velük való kapcsolat révén jutottunk mi a Karavankával a Babarci Tánccsoport jóvoltából Ausztráliába, és ez volt a legnagyobb élmény, ez 2000-ben volt, a 2000-es évben. Csodás 3 hetet töltöttünk, és egy hatalmas tömegek előtt, több ezeres tömeg, Adelaide-ben és Sydney-ben szerepeltünk akkor a zenekarral és a tánccsoporttal. Úgyhogy hát mondom, Európában meg Horvátország, Szlovákia, Csehország, Németország természetesen legnagyobb arányban, Ausztria, és hát ilyen helyekre jutottunk ezzel a kis muzsikával. Ez, mindig azt csináltam, tehát ahogy mondtam, ami ez nekem kedvem volt, és amit szerettem csinálni, és ezt így, ez nem tűnik nagy dolognak, de viszont óriási kitartást igényel. József Szukfil hat sich viele Jahre lang dafür eingesetzt, dass die Ungarneustum so lange wie möglich überlebt. Der aus Lipvár stammende Musiker ist derzeit stellvertretender Bürgermeister seines Heimatdorfes. War auch einer der Gründer des Verbands der deutschen Selbstverwaltungen des Komitats Branau.
én nem csak ezzel a műfázas dolgokkal, hát én végig a Lipolya Egyházközség világjelnöke voltam, aztán a nemzetiségi önkormányzat elnöke mindjárt az elejétől, és hát akkor a következő nagyon nagy célcsoport ez a Baranya megyei Német Önkormányzatok Szövetsége még annak idején, amikor nem volt megyei szintje a nemzetiségi önkormányzatoknak. Ez is egy érdekes eset volt, ugye hát megalakulhattak a nemzetiségi önkormányzatok, akkor még kisebbségnek nevezték őket, helyi szinten és országos szinten, ugye, és hát megyei szint nem volt. És hát akkor mit csináljunk, mert hát szerencsére Baranyában ugye már az első ciklusban, az első 4 évben volt 56 német önkormányzat, akik még települési szinten is némelyik azt mondta, hogy ő német önkormányzata alakul, mert a testület és a polgármester is sváb volt, vagy horvát volt, vagy szerb volt. Na és így akkor mi gondoltunk egyet, mondom, sokszor hivatkozom a nagyszerű elődömre, Bálint Jóska bácsira, ő a Dunántúli Napló főszerkesztő helyettese volt, szintén egész életét ott töltötte. Na most ilyen nagyszerű emberekkel együtt dolgozni, az mindig egy csodálatos dolog. Vagy ugyanúgy a Kerner Lőrinccel, aki a rádió elnöke volt, hát azzal is nagyon csodás, szép, főleg ezeken a külföldi útjainkon ő is jött mindig, mint riporter, vagy mint műsorvezető, vagy tehát akkor így a médiákkal is úgymond közvetlen kapcsolatba kerültünk, és hát ez nagyon nagy támogatást tudtak nyújtani. Na most így a Bálint Jóska bácsi az mindig nagyokat tudott mondani, mindig mondta, hogy egy lépéssel legyünk a többi előtt, és hát ezt meg is valósítottuk, mi általában már mi mentünk is, mint amit lehetett, mondom. Aztán ő vele alakítottuk meg, ugye, hogy nem volt megyei németségnek, úgymond, akkor csináltunk egy ernyőszervezetet, a Baranyai Német Önkormányzatok Szövetségét. Die harte Arbeit hat sich gelohnt, denn Josef Zugfil erhielt am 14. Januar 2023 auf der Landesgala die höchste Auszeichnung der Ungarndeutschen. Nagyon büszkén viselem, természetesen. Hát az Ehrenadlim Gold, ez a magyarországi németek legnagyobb kitűnő, azt még annak idején én is részt vettem, amikor ezt megalapítottuk ott Pesten az országos önkormányzatban. Ezt 3 ember kapja meg egy évben, és így tavaly jutott nekem az a nagyon-nagyon elismerés és megtiszteltetés, hogy ezt tavaly egyikeként én kaptam meg ezt a kitüntetést. Természetesen hát csúcsok csúcsa ez teszi rá a koronát. Kaptam én kisebbségekért, meg pro-minoritáte kultúra kitüntetést is, meg mindegyiket nagyon nagy természetes, hát miért ne? Ez mindig jelzi, hogy az ember munkáját azért valahol figyelik és elismerik, de a legnagyobb kitüntetés az természetesen ez a mi kis Ehrennadlunk. Hát ez valamikor egy Ehrennadl, egy olyan dísztűszerű volt, hát most a magyarországi németek címere van ezen, és hát akkor ezt egyszer Budapesten a Kongresszusi Központban, egyszer Pécset a Kodály Központban van ezek az országos ünnepségek mindig januárban, és akkor ott kerülnek ezek átadásra. Dies ist nicht die einzige Auszeichnung, mit der sich rühmen kann. Wurde auch mit der Pro Humanitate Baranya, der Pro Kultra Minoritatum Hungariae und der Gyulazicsi Gedenkplakette ausgezeichnet. Vielen Dank für Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.